A baranyai, a somogyi és a Tolna megyei pályák fokozatos megszűnése, lassú megsemmisülése után zomba az itt kialakított és szépen csinosodó a szántóföldek határmegyén létrejött pályájával a Tolna megyei, de egy kicsit már a dél-dunántúli motocross-sport mini fellegvárává kezd válni. A Langer Motorsport alapítója, a sportág elkötelezett embere, a Délmix kupa létrehozója, Langer József okkal büszke erre. Amint a járványhelyzet engedte, már egy országos meghívásos versenyt rendeztek május második hétvégén a zombai cross pályán. Nagyon sok mindent csináltunk, tehát bozótokat kiirtottuk. Sikerült vennünk egy ilyen, hát nekünk komolyabb dózert, egy 35 éves dózert sikerült venni, hogy most akkor már saját magunknak tudjuk csinálni a pályát. Hát ez rengeteg munkánk van benne, nem csak nekem, hanem maga az egyesületi tagok, és hát ő nélkülük ez nem menne. Őnekik hálás köszönet, de itt még mindig ugyanazt, amit szoktam, tehát maga az összefogás, maga a fiúk, hogy önnek segíteni, tehát pénteken, meg szombaton voltunk itt 50-60-an, akik dolgoztak, és mindenüket beleadták, hogy legyen, mert látják, hogy egyedül ezt nem bírom. Népes mezőnyök jöttek össze egy-egy kategóriába, a zombai pálya és a verseny népszerűségének, növekedésének köszönhető ez. Nem baj, ha a depók kényelmes elhelyezéséhez még nincs elég hely, de már a korábbiakhoz képest bővült a terület és egy újabb szántóföld esetleges kisajátításába hamarosan még több hely lesz a csapatok elhelyezésére. Elég sok tagunk lett. Ez mind azért, mert Dél-Dunántúlon, hogy az egész szinten nekünk van itt egyesületünk. Van Tamásiban még egy, de ők inkább az enduro motorsport részesei, de mi itt maximálisan motocrossra, meg hát próbálunk utánpótlást, meg az újakat bevonzani, az új embereket. Van a zombai motoros klubnak már egy bonyhádi szekciója, több segítőkész apukával, anyukával. A silatófallal kellemesen kényelmes ugratókkal bíró pálya sok tekintetben már most jellegi állapotában feladta a leckét a zömmel másod, illetve harmadosztályú versenyzőknek. A 80 köbcentiméteresek között a középmezőnybe végzett egy KTM nyergében az egészen fiatal bonyhádi motoros Matusek Zoltán, aki, mint elmondta, nagyon örült már annak, hogy újra versenyezhet. Már nagyon fárasztó volt a pálya, próbáltam a erőmmel spórolni. Hát a motor az jó, én még azért fejlődhetnék, mert nem vagyok a legjobb, a kanyarokat kéne gyakoroljam, meg előléti edzés is kéne nekem még. Ahogy haladtak felfelé a kategóriák, úgy nőtt a hangsebesség, vele együtt a látványosság, az akrobatikusság, a pályát szinte mindenhol jól belátó nézők nem kis örömére. Ez volt, ha úgy tetszik, a Délmix Kupa Plus. Egy, de inkább két versenyt még minden bizonnyal megrendez a zombai motoros klub a 2021-es idényben, ha erre jogilag lehetőségük lesz.